az A csoport negyedik feladata. Ennek a függvénynek kell az adott pontban a gradiens vektorát kiszámolni, és egy magasabb rendű deriváltát kiszámolni. Ugye a gradiens vektornak a képlete, az fönn van, az a puskában megtalálható, kelleni fog nekünk az x szerint és az y szerinti parciális derivált. Számoljuk ki először az x szerinti parciális deriváltját az u-nak. Ugye akkor az y az egy konstans, ki is hozhatjuk, és az x-szer i-ad mínusz x négyzet plusz y négyzet per 2-nek kell az x szerinti deriváltja. Ugye ez egy szorzat derivált, annak a képlete is megtalálható a puskában, tehát az y az marad. Először az x-et fogjuk deriválni, az x-nek az x szerinti deriváltja az 1, és beszorozzuk az i adossal. Plusz, most az x fog maradni, és az i adosat kell deriválnunk. Ez egy összetett függvény, annak a deriválási szabálya is fönn van a puskán. Ugye a külső függvény az az i ad t függvény, az i ad t függvénynek a deriváltja i ad t, és ezt kell venni a belső függvény helyén, ami ez a tört. Most már csak a belső függvénynek a deriváltja kell, tehát ennek a mínusz x négyzet plusz y négyzet per 2-nek kell az x szerinti deriváltja. Ezt összegalakra mondhatjuk, tehát mínusz x négyzet per 2, mínusz y négyzet per 2-nek kell az x szerinti deriváltja. Az y négyzet per 2-nek az x szerinti deriváltja az 0, az x négyzetnek az x szerinti deriváltja 2x, azt leosztjuk 2-vel, és még itt van ez a mínusz 1-es szorzó, tehát ez mínusz x lesz, vagyis itt még mínusz x-szel be kell szoroznunk. Ezt nyugodtan hagyhatjuk így, de a későbbi számolásainkat megegyszerűsítjük, egyszerűbb alakra hozzuk. Y-szor, ugye az i-ados tagot kiemelhetjük mindkettő tagból, tehát i-ad mínusz x négyzet plusz y négyzet per 2, és marad az 1 mínusz x négyzet. Az y szerinti deriváltja az u-nak nagyon hasonló, ekkor az x lesz a konstans, marad y-szor i ad mínusz x négyzet plusz y négyzet per 2, meg az y szerinti deriváltja, ugyanúgy a szorzatot fogunk deriválni, y-nak az y szerinti deriváltja 1, marad, beszorozzuk az i ad mínusz x négyzet plusz y négyzet per 2-vel, plusz ugye az y-szor i ad mínusz x négyzet plusz y négyzet per 2, ugye külső függvény deriváltja a belső helyen szorozva. Most a belső függvényt y szerint kell deriválnunk, ehhez nagyon hasonló, ugye y szerint deriváljuk, akkor az x négyzet per 2-nek az y szerinti deriváltja lesz 0, és mínusz y fog maradni. Ezt is hozhatjuk egyszerűbb alakra, akkor ez itt x-szer, i adott megint kiemelhetjük, és 1 mínusz y négyzet fog maradni. Nekünk ugye az u-nak a gradiens vektora az 1 mínusz 3 pontban kell, tehát az x szerinti deriváltba be fogjuk helyettesíteni az 1 mínusz 3 pontot, és az y szerinti deriváltba is behelyettesítjük az 1 mínusz 3 pontot. Ugye az x szerinti deriváltba én ebbe fogom behelyettesíteni, akkor itt lesz mínusz 3-szor i ad mínusz, ugye 1-nek a négyzete 1, plusz mínusz 3-nak a négyzete az 9, per 2, igen, és 1 mínusz 1-nek a négyzete az pedig 1. Az y szerinti deriváltba is behelyettesítjük, ott 1-szer i ad mínusz 1 plusz 9 per 2, szorozva 1-ből mínusz 3-nak a négyzete, ami pedig 9, és ez a gradiens vektorunk. Most már csak ezt a magasabb rendű deriváltat kell kiszámolnunk. Az y szerinti parciális deriváltat, vagyis ezt fogjuk még x szerint lederiválni egyszer. Tehát az x-szer i ad mínusz x négyzet plusz y négyzet per 2 ször 1 mínusz y négyzetet fogjuk lederiválni x szerint.
Ekkor az n minusz y négyzet az egy konstans, kiemelhetjük n minusz y négyzet, ami marad, az pedig az x-er i ad minusz x négyzet plusz y négyzet per 2-nek az x szerinti deriváltja, de ezt már egyszer megcsináltuk, tehát ezt behelyettesíthetjük, és lesz n minusz y négyzet szorozva i ad minusz x négyzet plusz y négyzet per 2 plusz x-szer i ad minusz x négyzet plusz y négyzet per 2 ször minusz x. És ez lesz a deriváltunk.